Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Kis Gábor vagyok, Becsésről jöttem. És hát, hogy milyen a véletlen, az előbb hallottunk Táfler Adolfról, Tápió Györgyel birtokosáról. Teljesen véletlenül Táfler Adolf sógorának az unokája volt Halmi József. Tehát Halmi József nagypapája volt az a Schossberger Zsigmond, aki az előző előadásban szerepelt. Miért Halmi Józsefet választottam, és miért Árnyak a pusztán a cím? Azért választottam Halmi Józsefet, mert Vecsés az agglomerációban egy 20 ezer lakosú település, négy jól elkülöníthető részből áll, és az egyik része a Halmi telep, mely a nevét Halmi Józsefről kapta. Körülbelül 5-6 ezer embernek az otthon a napjainkban ez a terület, tehát ez máshol kitenne egy komplett települést is. És miért Árnyak a pusztán? Azért, mert ezt a családot elfelejtették. A 20. század történelme úgy hozta, hogy őket először származásuk miatt, ez egy zsidó család, a Halmi család, előbb származásuk miatt kerültek az üldözöttek közé, később pedig 1945 után az osztályhelyzetük miatt. Így a felejtés lett a részük, de 2019-ben nekiálltam a család történetét feltárni, és én úgy gondolom, hogy ez a felejtés most picit oldódik. A család ugyanúgy, mint a táflerek Morvaországból vándorolt be, az ősök között több rabbi is volt, az egyiküket fent látjuk, ő nem Morvaországhoz kötődik, de mivel rabbi feltettem, Óbudának volt a rabbia, és az az érdekesség, hogy ő használt először zsinagógában orgonát keresztény mintára. A vecsési területet Deutsch József alakítja ki 1872-ben. Deutsch József egy gabonakereskedő volt, az előző képen volt egy gabonaszállító hajó, és gabonakereskedelemből gazdagodott meg, és földet vásárolt Vecsés mellett Halompusztán. Ezek hirdetések a korból. A halompusztai gazdaság mintagazdasággá fejlődött, ugyanúgy, mint a Tápió-Györgyei gazdaság, és Deutsch József a Károly körút 8-ban építetett egy bérházat, ez a bérház napjainkban így néz ki, mint itt a képen, és Hildi József volt az építő, illetve itt balra lent van egy ismerős alak, a 8. osztály, én tanár vagyok, a 8. osztályos, illetve a 12. osztályos tankönyvekből, bár most már levitték 7-be, 11-be a Nyugatot, Tóth Árpád. Tóth Árpád, a család 1863-tól egészen az 1951-es Rákosi féle kitelepítésig lakott ebben a házban, de hát ez egy hatalmas ház, itt rengeteg bérlő volt, Tóth Árpád kétszer is volt a háznak a bérlője. Amikor az első verses kötete megjelent, akkor itt bérelt lakást, de akkor panaszkodott a csótányokra, viszont visszatért, és utána még éveket lakott itt, és verset is írt, egy nagyon szép verset írt erről a házról. Deutsch Józsefről túl sok emlékünk nincsen azon túl, hogy juhászattal foglalkozott, és egy tényleg mintaszerű gazdaságot hagy majd a fiára, de az ő életében történt egy érdekes esemény, fönt az egy vecsési fénykép, látjuk a lakosság háttal áll. Az érdekessége az, hogy szerintem a fényképésznek is a leszálló léghajó, egy kényszerleszállást végzett egy léghajó. A repülés hőskorában vagyunk, repülő még nincs, léghajó már van. Az a Szinnyei festmény, ugye most a Városligetben egy ilyen emelkedik föl le. Egy színésznőt szállított a léghajó, és hát kényszerleszállást hajtottak végre a Deutsch birtokon, a Vecsés melletti Halompusztán. Mikor Deutsch József meghal, a gazdaságot fiának, Deutsch Sándornak adja át, aki a Táflerekhez hasonlóan majd nevet magyarosít, és mivel hát a Táflerek birtoka Tápió Györgyén volt, és most már tudom, hogy így lettek Györgyeiek, a Deutsch család birtoka Halomban volt, a Vecsés melletti Halompusztán, így lettek ők Halmi család, illetve Halmi Deutsch Sándor. Róla nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani, hogy kiknek adományozott, én csak tényleg a negyed órámmal, ugye? Jó, akkor csak a legfontosabbakat. Az osztrák-magyar monarchia pénzügyeinél a magyar szekcióban dolgozott, az 1000 koronáson megfigyelhető az aláírása. Vecsésen egy szőlőgazdaságot hozott létre, amelyet feleségéről, Schossberger Annáról, Anna telepnek nevezett el. Itt látjuk Schossberger Annát. A házaspárnak 6 gyermeke született, 4 kislány, 2 kisfiú, és a 2 kisfiú közül az egyik szellemi fogyatékos volt, de őt majd azon a képen ott balra ül egy lány, ő a legidősebb, a Melanie. A Melanie fogja a szellemi fogyatékos kisöccsét egész életében is tápolni és ápolni, tehát nem fogják beadni semmilyen intézetbe. A 4 lány van, ugye van a szellemi fogyatékos fiú, majd Halmi József fogja örökölni a birtokot, aki az előadásomnak a 15 percben a központja. Többet nem mondom, hogy 15 perc. Halmi József nagymamáját azért megemlíteném, Mayer Teréznek hívták, a Magyar Vöröskeresztnek volt az egyik alapítója és oszlopos tagja.
Belé nagyon szerelmes lett a férje Schlossberger Zsigmond, mert ezt a Turai kastélyt kapta ajándékba tőle. A Turai kastélynak az az érdekessége, hogy amikor felépült, akkor a régi Magyarország domborzata mintájára alakították ki a kastélykertet, tehát volt egy alföldi rész, egy felvidéki, egy délvidéki, Dunántúl és egy erdélyi része is a parknak, és állítólag hatalmas méretben a korabeli Magyarországot ábrázolta. Turán amúgy a családiskolát építtetett. Ez pedig a Vecsési kastély, ma már nem látható, a II. Világháborúban nagyon súlyos sérüléseket szenvedett a kastély, utána pedig széthordták, ami maradt belőle. A kastélyhoz tartozó park. Aztán egy kép, amit megmutattam a gyerekeknek az iskolába, és azt mondták rá, hogy ez a Titanic. A kastély belsejét ábrázoló fénykép. Az az érdekessége ennek a fényképnek, hogy a kastélyról egyetlen egy képet ismert Vecsés évtizedeken át, de tavaly szinte napra pontosan ilyenkor Bécsből levelet írt nekem egy orvos, hogy a szülei jóba voltak a halmi leszármazottakkal, és mivel ők utód nélkül haltak meg, rájuk hagytak sok magyar vonatkozású dolgot, például 300 fényképet. Abból való ez. A család címere, amikor megkapja a Dajcs Sándor a nemesi címet, és a legfontosabb tette életében Dajcs Sándornak kettő amerikai úti kórház alapítása volt. Ma az Okiti, az idegsebészet működik az egyik kórháznak a helyén, a másik pedig a Mazsihisznek a szeretett kórháza. A korban is úgy hívták, hogy szeretett kórház, ma ez az ideg, azt hiszem ma ez az idegtudományi klinika, a másik pedig zsidó menedékháznak épült, az pedig a Mazsihisznek a szeretett kórháza. Halmi József, a főszereplő, róla van elnevezve a Halmi telep, ezzel beírta a Vecsés történetébe szerintem örökre a nevét. Ő tudatosan mezőgazdásznak készült, tehát az édesapja erre a pályára szánta, Dresdában tanult egyetemen, hazajött Magyarországra, és a vecsési gazdaság rendbetételéhez, a vecsési gazdaság folytatásához fogott hozzá, csak közbeszólt az első világháború. 1916-ban a dél-erdélyi fronton találjuk, kettő kitüntetéssel érkezik majd haza Dél-Erdélyből. Ez a holokauszt alatt lesz fontos, mert a családot majd volt katonatársak fogják segíteni. 1918-ban feleségül vette Halmi József Wolfner Lilit, aki önkéntes ápolónő volt 4 éven át a háborúban. Wolfner Lili Halmi Józsefné a magyar történelemben méltán híres Wolfner család sarja volt. Az édesapja az a Wolfner Tivadar, aki Újpest város alapítói közé tartozik. Újpest alapítása a Wolfner nélkül elképzelhetetlen, de ez egy 15 órás előadás lenne. A család a Horthy korszakban kikeresztelkedik. Halmi József ráadásul a vecsési római katolikus templomnak lesz a kegyura. Wolfner Lili is felveszi a keresztséget, bár ő előtte megvárja, hogy édesapja meghalljon, mert a Tivadar végig hithű zsidó maradt. A gyermeküket pedig már születésekor 1922-ben megkeresztelik. Amellett, hogy Halmi József a vecsési templom kegyura, nagyon-nagyon támogatja a vecsési cserkészetet, a vecsési vasutasokat és a vecsési önkéntes tűzoltóságot. Gazdaságát folyamatosan a 20-as, 30-as években mintagazdaságként emlegetik. A felesége és a fia a 30-as években halomban. 1931-ben parcellázza birtokai egy részét, létrejön a Halmi telep, és mivel nagyon közel vagyunk a trianoni sokhoz, a Halmi telep utcáit, ahogy abban a korban szokás volt, amikor új település részek alakulnak ki, elcsatolt városokról, folyokról, területekről, vármegyékről nevezik el. A parcellázás idejéből egy hirdetés, illetve ingyen ad sportpályát a településnek Halmi József. Ezt a sportpályát máig használják kicsik-nagyok egyaránt, ez a vecsési futballpálya, de van mellette teniszpálya is, meg lehet rajta sportolni. Aztán jönnek 1938-tól folyamatosan a zsidó törvények, és az azt eredményezi, hogy Halmi József, nem tudjuk pontosan, hogy miért, de hirtelen meghal 1941-ben, 51 évesen. Utána marad az özvegye Halmi Józsefné és a fia Halmi Sándor. Ők már 1941-ben, hogy negyed órába beleférjek, 1941-ben meghal Halmi József, 1942-ben a negyedik zsidó törvény elveszi az özvegytől és a fiútól a birtokot. 1944-ben a családot csillagos házba, illetve a Károly körút 8 a családi ház csillagos ház lesz. Ebből az időből, 1944-ből való a fotó
özvegy Halmi Józsefné, ő pedig Halmi Sándor, így néztek ki 1944-ben. A háborút a nemzetközi gettóban élik túl, de a családnak több tagja veszti életét, vagy a birkenaui haláltáborban, vagy pedig különböző koncentrációs táborokban. Halmi Józsefnét és fiát ebben az időben egy dr. Borbás Gáspár nevű ügyvéd segíti, aki arról híres, hogy a Ferencváros és a magyar válogatott első gólját szerezte, és egy fantasztikus ember. A gettó idején pedig Wallenberg a segítségük, svéd útlevéllel élik túl a borzalmakat. És hogy milyen furcsa sorsot szán a családtagoknak a történelem, miközben özvegy Halmi Józsefné és fia Halmi Sándor a gettóban vannak, Halmi József unokatestvére Hevesi György a semleges Svédországban Nobel-díjat kap, a felfedezése az izotópos nyomjelzés daganatos betegek millióinak az életminőségét javítja máig, vagy pedig menti meg az életét. A Halmi József édesanyja és Hevesi György édesanyja testvérek voltak, két Schlossberger lány. És akkor végül jön az 1945-ös év, a családnak valamilyen szinten felszabadulást hoz, de igazából nem, hiába kérik vissza a birtokot, nem kapják vissza. A kishalmi így elhagyja az országot, és végül Kanadában telepedik le. Édesanyja úgy dönt, hogy itt marad Magyarországon, egészen addig, míg 1951-ben a Rákosi rendszer ellen veszi a Károly körúti lakást is. Tehát 42-ben vették el tőlük Vecsést, 51-ben pedig a Károly körutat. Kitelepítik Wolfner Lilit Inárcsra. Ez a kép a kitelepítéskor 54 éves, az Kanadába készült 5 évvel később. Tehát, hogy a szabadság, meg hogy milyen traumák érik az embert. Amúgy majdnem 100 évet élt. A kishalmira rátalál a boldogság, egy osztrák lányba szeret bele Erzsébet királynő koronázásakor, és férj és feles, az osztrák lány szegény sorból jön, de 50 évig élnek boldogan. Kanada. És sikerült egy kis könyvet megjelentetni a családról, amely remélem még ki fog bővülni, és kettő dolgot is be fogom fejezni. Megtaláltuk 2019-ben Halmi József és Wolfner Lili sírját a Farkasréti temetőben, mivel nem volt már leszármazottjuk, közölték velünk, hogy ezt a sírt fel fogják számolni. Ekkor több vecsési ember összeállt, sikerült megmentenünk a hanvakat, és Vecsésen 2019-ben találtuk meg, 2000 tavaly előtt. 2021 nyarán volt egy újratemetés, és a római katolikus temetőben lettek eltemetve ők. És akkor az utolsó dolog, egy évvel ezelőtt rám írt egy bécsi orvos, egy Martin nevű velem egy idős orvos, nagyon aranyos, nagyon jóba lettünk egy év alatt, és mondta, hogy náluk van a Halmi család hagyatéka, például a családtagok ott vannak festményen, ez egy kanadai lakás, Martinnak is vannak gyerekei, mint nekem, úgy is viselkednek a képen, mint ahogy a gyerekek szoktak. És ebben a lakásban, ezzel zárnám az előadásomat, ebben a lakásban található egy festmény. Erre azt mondta a kishalmi, hogy ez a festmény a mi életünk metaforája, az, hogy éltük túl a holokausztot, a háborút és Sztálint. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.